Kissé rendhagyó módon most megpróbáljuk önöknek belülről megmutatni a nagyhajós versenyek hangulatát. Erre az országos bajnokságnál jobb eseményt nem tudtunk volna választani, hiszen ha rangjában nem is, de létszámban és küzdelmeiben mindenképpen az idei legnagyobb verseny volt. És képzeljék, még a szél is fújt. Pedig ezen a nyáron ilyen még nem nagyon fordult elő. És ha valaki a vitorlázásról még mindig azt tartja, hogy nem sport, vagy legalábbis nem komoly, az most meglepődik majd. Az emberi döntőképesség, illetve leleményesség ugyanis ilyen dolgokat produkál. Észrehelyzet volt, mert a spinakkerünk nem jött le, mert beakadt, egy csomó keletkezett fönt, és gyors döntés után egy mázás következett. Rám esett a választás, illetve a kizárás és a alapom, mert azt hiszem, hogy én tudok a leggyorsabban fölmenni, mert többször próbáltam, úgyhogy rohanás lett a vége, hárbocról föl, hárbocról le. De volt egy kis szél is közben. Volt közben egy kis szél is, igen. Hát az egyesek szerint ez könnyebbséget jelent, mert amikor megvan dőlve az árbóc, akkor könnyebb rajta mászni egy függőleges árbócon. És a félelem érzet ilyenkor? Elhanyagolva. Teljesen? Teljesen kikapcsolva a versenyláz. És milyen versenyláz van itt a sírokon, hiszen eddig még nem nagyon verték meg ezt a hajót? Hát nem, de lehet, hogy ennek köszönhetően abszolút a versenylázban vagyunk, nagyon figyelünk, és szerintem nagyon jól mozgott most a csapat. A nagy ellenfél a Róza, és a Kishamis volt régen a túraversenyeken. Igen, Rózától féltük nagyon, mivel ő sokkal kisebb hajót, ő könnyebben tud manőverezni pályaversenyről lévén, szóval kicsi a távolság. Nem tudunk minden egyet szélfordulót úgymond abszolválni, tehát szelektálni kell, hogy melyikre forduljunk, melyikre ne. Ez nehezebb döntés egy nagy hajónál, mert vannak itt gyakorlatilag olyan hajók, amik sebességben végül is, mint ma is bebizonyosodott, nem voltak lassabbak. Csak hát vagy csinálnak hibát, vagy még nagy azt vettük észre, hogy ilyen kis apróságok múlnak fordulón, egy gyors fogbehúzás, a spinakker felhúzása, mint említettem. Ezek egy versenyen összeadódnak és métereket jelentenek, és akkor 10 méterre, 20 méterre előbb kapjuk meg a szület, az megint szóval hatványozódnak ezek a kis előnyök. A nagy ellenfél, a Róza, azonban már csak az abszolút versenyben számít vetétásnak, hiszen a 40-es cirkálóknak új hajóosztályt hoztak létre. A fekete hajó itt verhetetlen. A cél azonban a Sirocco legyőzése lenne. Az előbb Cittel Lajos, a Sirocco kapitánya azt mondta, hogy nagyon-nagyon félnek a Rózától. Jogos-e a félelmük, meg lehet-e fogni a Siroccot? Úgy gondolom, hogy nem. Nem volt még alkalmunk nagyon erőszébe összemérni a két hajót. Abban az esetben talán, hogyha nekik már refelni kell, tehát csökkenteni a vitorla felületét, és nekünk még nem, abban az esetben meg lehet fogni a Siroccot, de technikailag olyanok a paraméterei, egy nagyobb hajó, hosszabb vízvonal, nagyobb vitorla felület osztva a tömegre, aminél fogva egyenlő feltételek mellett, amikor ő is a teljes vitorlázatát használja, nem lehet megfogni a Siroccot. Nagyon sok évig, és a Cimbi nagyon jól is vitorlázik, méltó kezekben van a hajó, a csapata is nagyon jó, mindezt összemérve, egybevetve, úgy gondolom, hogy nem. A Róza eddig ugyanabban a kategóriában, hajóosztályban indult, mint a Sirocco, illetve a többi nagy cirkáló. Most azonban egy új hajóosztályt hoztak létre. A 40-es sereneknek volt egy olyan törekvésük hosszú évek óta, hogy külön osztályt szerettek volna alkotni. Ez 6 hajó szükséges minimum. Velünk együtt 7-en alapítottuk meg ezt az osztályt tavalyi évben, és a idei versenyeken most már annyi létszámban álltunk rajtos, hogy jövőre teljes önálló osztályként fogunk indulni, már most a bajnokságon is így értekelnek bennünket. Így tehát a 67 hajó 7 kategóriára oszlott. Az abszolút győztes, tehát a Veszter 900 Kuba tulajdonosa természetesen a Sirocco lett. Az sem újdonság, hogy a 40-es Seyren krajcereknél a Róza futott be elsőnek, Berzsényi Zoltán kormányos vezényletével. A Róza olyannyira jól ment, hogy a 6 futamból 5-öt megnyert. A 30-as cirkálóknál a Kék Madár, a Hárpiát és a Lucifert előzte meg. Az Európa 30-asok győztese az Ábránd, az 50-es cirkálóké pedig az Orion, nem McLean, hanem Holovics György kapitánnyal. A 22-es cirkálóknál pedig érdemes egy kicsit elidőzni, hiszen a Gittát a 82 éves Elekes Béla bácsi és legénysége 4-szer kormányozta át győztesen a célvonalon. És ha már lelassítottuk a felsorolás tempóját, nézzünk bele a Dragonok küzdelmébe is. Simon Károly, a Jorikke kapitánya ugyanis bebizonyította, hogy nem csak Füred városát kormányozza jól polgármesterként, hanem a hajóját is, ugyanis a Nirvana és a Kemulár előtt ők győztek. A Nausika, ifjabb és idősebb Zente Ferenccel csak a 4. helyen tudott befutni, pedig a leglátványosabb és legjobb rajtot ők produkálták. Nézzék csak!
Ennyit tehát mostanra a nagyhajós küzdelmekről. Legközelebbi adásunkban az egykezes versenyről láthatnak majd. Hogy mi az, az kiderül szeptemberben.